Vajda. Két ember között nem tudja megtartani a labdát, bár nagyot küzdött érte Bárány. Kiteszi Oliveirának. Jön a beadás. Bódi élet még a hosszú oldalon. Bódi újra betekeri, középre gól! Lancsár megint! 2-1 a Debrecennek. Hát úgy néz ki, hogy Lancsár mindig jókor van jó helyen. És már megy is ünnepelni a debreceni ultrákkal, illetve a debreceni cserejátékosokkal együtt. Ott van Zsuzsák Balázs, itt nekünk háttal. Természetesen ő is köszönti a gólszerzőt. Hát nem bírta ki a nyomást a Mezőköves. Hát Stefan Lancsár eddig 2 meccs, 3 gól. Itt van Bódi, és hát az a helyzet, hogy lemaradtak róla, vagy nem jól helyezkedtek rá. Előtte ugrott föl Lukic, de ő nem tudta elfejelni a labdát, és hagyd dicsérjem meg Bódit, akinek hajszálpontos volt, oda varázsolta tulajdonképpen Lancsár fejére a labdát, ahova kell. Ha ez egy kicsit lejjebb jön, vagy egy kicsit följebb megy, nem jó, de ez így pont jó volt.